Sziasztok! 20. rész. 20. 37 fok. Én alapvetően nagyon jól bírom a nyarat, de tehát ez már így kezdi feszegetni a határokat. Ma kettő nagyon izgalmas találkozó van, és valószínűleg két külön részbe fogom bemutatni. Az elsőben Tóth Balázsak fog találkozni, aki Magyarországon az egyik legjobb headshot fotós, és elég sok mindenben együttműködtünk Balázsal, úgyhogy egy pár fotós tippet, trükköt meg fog velünk osztani, erről fogunk beszélgetni, a másikról pedig majd holnap. Több mindenben működtünk már együtt, mert tervezünk még együttműködni, és igazából ennek a mai találkozónak az apropója, hogy ha már úgyis találkoztunk, akkor miért ne legyünk fel egy pár ötletet, gondolatot, kulisszatitkot a fotós világból, meg hát ha Balázs még csinál egy jó fotót rólam, ha megnézzük. Balesetek mindig vannak, igen. Vannak. Hogy is találkoztunk? Szerettem volna egy reklámvideót készíteni, egy a stúdiómnak, és ehhez szerettem volna egy olyan modell találni, aki azért viszonylag komfortosan mozog már a kamera előtt, és az egyik közös ismerősünk, Jóna Peti javasolta, hogy esetleg Zolit keressem meg ezzel a dologgal, és ráírtam a Zolira, és igazából nem kell sokat győzködni, egyből benne volt a dologban, úgyhogy onnantól kezdve meg. Mint egy röpke 12 órát le is forgattuk azt a részt, amivel te szerettél. Hát kemény szakmai. Na de nézzétek meg, hogy megértem. Hát kemény szakma, az biztos azért ez, meg megküzdesz a modellekkel, nem? Hogy tudod kihozni belőlük így az, hogy el tudják engedni magukat, meg mi az a trükk, amivel le tudnak lazulni? Minden egyes embernél más az, ami működik, de azért 89%-ban a humor az mindig segít. Tehát itt így egy kiélezett helyzetben van az ember, úgy érzi, mint a ezer szem világítaná, vagy nézne rá egyszerre, ott vagy az erős fényekben. Tehát ez egy ilyen stressz helyzet mindenkinek, de hogyha valami olyan dolgot tudok, általában vagy összezavarás szokott működni, vagy valami teljes képtelenség, amit beszúrok, benyomok egy ilyet, hogy mutass egy olyan arcot, mint hogy a hátulról rásettenkedni egy kafferbivajra. Azaz. Na most ezen ugye általában az első reakció az, hogy elcsodálkoznak, majd amikor rájönnek, hogy csak viccből az egész, akkor elnevetik magukat, és akkor készülnek a nagyon jó fotók, igen. Tehát. És ez a headshot crew, múltkor mesélted, ez hogy is van szervezet, meg az ember, aki... Ez a headshot crew, ez egy nagy nemzetközi online szerveződés. A Peter Hurley nevű headshot fotós alakította, aki New Yorkban az egyik legismertebb, de most már főleg a headshotnak köszönhetően az egész világon ő lett így a legismertebb. És a lényeg az, hogy összegyűjti azokat a fotósokat, akik érdeklődnek a headshot fotózás, tehát a szűk kivágás, a portréfotózás iránt, és egy platformot ad nekik, ahol egyrészt tudnak egymással kommunikálni, egymást tippeket adni, másrészt pedig az ő tanításait tudja átadni. Milyen a kamera másik felé, mert te is azért, hogy itt mégis valamilyen szerint a beszélgetésünk apropója itt a közösségi média, meg kommunikáció, meg egyéb volt. Ugye beszéltünk arról, hogy te is elkezdtél csinálni kis videókat, tippeket, trükköket. Milyen érzés a kamera másik oldalán állni? Hú, hát nagyon furcsa. Nagyon furcsa. Egyrészt az is furcsa volt, amikor a Peter Hurley fotózott engem ki New Yorkban. Az is teljesen más, amikor tényleg az akasztják a hóhért esete. Tehát pontosan tudom, hogy milyen pozíciók azok, amik jól működnek, de mégis nem látom magam kívülről, tehát meg ő egy kicsit más szemmel néz, mint minden egyes fotós más szemmel néz valakit. És én hiába mondom, azt, hogy tudom jól, vagy szerintem nekem a jobb oldalam egy kicsit előnyösebb, ő csak azért de majd csak, mondja. Majd ő megmondja, és én nem mondja meg neki, szóval egy ilyen kicsit hatalmi verseny is kialakult ebből a szempontból, ez érdekes volt. Igen, az első számú trükk, amit mindenkinek megtanítok a kamera előtt, azt úgy hívom, hogy gúnározás. A angol nyelven inkább turtleneck szokták hívni. A lényege az, hogy igazából minden egy helyben van, tehát jól kihúzod magad, megpróbálod meghosszabbítani fölfelé a nyakad,
hogy kicsit megtolod a homlokod a kamera felé. És teljesen természetelenes. Oldalról, abból a kamerából, teljesen természetelenesek tűnik, de abból a kamerából látszik, hogy ehhez képest, ez mennyivel előnyösebb. Nem szoktam különben kiemelni, hogy ezt azért csinálok, hogy ne legyen tokás a képen. Ez lehet, hogy valakinek az önmihozában van, hogy azt mondom, hogy hidd el nekem, hogy ez sokkal előnyösebb lesz. És akkor általában utána, mivel számítógépre fotózom, meg tudom mutatni előtte, utána fotókat, és utána elhiszik nekem, hogy ez jól működik. A másik, amit meg szoktam tanítani, az pedig a szemekkel való játék. A legtöbben, amikor beállnak a kamera elé, azon izgulnak, hogy nem akarják elpislantani a képet, tehát mindig ilyen riadt, őzike, bambi szemeket szoktunk látni, és emellé benyomnak egy mímosolajt, akkor egyenesen pszichopata lesz az ember képe, tehát így tényleg ember nem nevet. Nézzük, most is őszintén nevetünk, ennyire szóval a szemünk eszének, düsen mosolynak, azzal, hogy egy nagyon picit az ember az alsó személyen felhúzza a képe, ettől rögtön sokkal magabiztosabban néz ki. Ehhez képest, ez ezer szavak. A kék acél. Igen. What's that look like? Emellé bedobszak, úgy szoktam mindig 2,13%-os mosolyt. Tehát egy nagyon kicsit... Egy húcut. Egy ilyen húcut mosolyt, és emellé ezeket a szemeket, na azok az én kedvenc képek. Hát nyilván ezeket a legnehezebb elérni az embereknél is. Illetve ennek egy olyan... ilyen tudatalatti dolga is van. Amikor belecsörögnek a felvételben. Ez ilyen. Mindegy. Szóval van ennek egy olyan tudatalatti része. Ez ezen a viccesebb lájban, amikor így belemész, hogy kihívunk. Szóval, hogy van ennek egy olyan része is azért, hogy valaki eljön hozzám és mondjuk meglátja, hogy én a figyelme is pont ilyen kamerával fotózik, amit én vettem neki a, nem tudom, a 10. születésnapjára, a sokkal kevésbé vesznek komoly, mint ha bemondom azt, hogy már pedig én egy elég komoly milliós gépvel fotózom, akkor rögtön komolyabban vesznek. Jó, mi nyilván... a felszerelés? Mi a felszerelés? Egy Nikon D800-zal fotózom, talán hozzátartozom Nikon objektívekkel. Ez a része is nekem két évre tellett, mire összeraktam egy olyan szettet, amivel már tényleg lehet nyújtani. Mennyi idő volt, amikor elengedted a főállást a kezdéstől? Egy olyan, miután kitaláltam, hogy azért régóta fotóztam, mint hobbi, de amikor kitaláltam, hogy nagy lesz szettem csinálni, ahhoz képest másfél év volt. És az alatt építettem föl a honlapot, és minden egyes ilyen retusálás alatt közben ment valami YouTube videó, Gary Vaynerchuk, ugye pont az ő mondás, és az, hogy türelem. Türelem van, első számú. Macro patience, ugye? Igen, macro patience. Úgy akkor igazából a tanulság, vagy összefoglalóként, hogy kell egy-két év, és kell türelem ahhoz, hogy egy projekt, egy vállalkozás, egy bármi beinduljon, és kemény munka, jó marketing, és meg kell nyomni az elején nagyon. Elengedetlen. És az egy nagyon nagy tanulság, hogy a jó munka önmagában nem eredményezi az ügyfeleket. Elengedhetetlen hozzá, hogy legyen egy minőségi, vagy egy olyan szolgáltatásod, vagy egy olyan terméket, ami nagyon magas színvonalú, de ugyanakkor mellé kell tenni a marketinget is. Ez a nehéz része a legtöbbünknek szerintem, mert aki olyan szakad ki, aki nem tudom, elképesztően jól tud valami dolgot csinálni, és abba nagyon magas szintre felhozta magát, szerinti azt, hogy ezt el is tudja másoknak úgy magyarázni, hogy ki mer állni egy kamera elé. Nekem az volt nagyon furcsa még, amikor először el kellett magyaráznom, hogy mitől más, amit én csinálok, hogy mitől jobb az én fotó, mint egy másik fotó. Az legalábbis az én szemléletem szerint. Mitől mások? Szerinted? Hát... elsősorban azt szerintem az én fotóimnak a védjegye az arckifejezés. Nagyon kevés fotós figyel arra, hogy tényleg az illető, akit lefotóz, az valóban kapcsolódik-e a kamerához, vagy legalábbis azon keresztül a fotót megnéző illetőhöz. És ez ugye az arckifejezésből jön ki, elsősorban a szemekről. Emellett meg egy... nagyon magas színvonalat képviselek a fotó technikában is, tehát mint mondtam a felszerelésben, és ugyanígy megtanultam nagyon magas szinten retusálni is, úgyhogy ez együtt alkotja ezt a kombinációt, amit azt gondolom, hogy különleges. Thank you.
Áginak nagyon köszönjük az asszisztenciát. Nem próbálom elkülni. Menekülni próbálni, nem hagyjuk. Köszönjük az asszisztenciát. Mik a tanulságok, Balázs? A gúnározás. Gúnározom a mondelőc, jó? Mik a tanulságok? 2,13%-os Igen? Igen. Meg a melanit van a hátulról rá sem tenkedés. Ivánka volt. Ja, Ivánka. Na azért. És még? Azt az mondjuk, hogy a kitartás, én... azt beszéltük szerintem. És ne féljetek, ne féljetek a fotóstól, mert nem bánt a fotós bácsi. Ilyen az. Az az. Na, akkor köszönjük a figyelmet, aztán jövünk a következővel. Meg fogunk még alkotni együtt hülyeségeket. Na, sziasztok!